Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming Kanál is, én Guszti vagyok, itt van velem Genesis. Nagyon régen volt már gyakori kérdések, ez a tizen mit tudom én hányadik rész, mert így is ki lesz írva, én sem néztem meg. Lássuk, hogy milyen állatságokat találunk most ebben az epizódban. Rögtön kezdésnek nézzünk is körül a barátaimnál, az ezoterikáiknál, hogy miket találunk. Első kérdésünk, láttam két UFO-t, hol tegyek bejelentést? Múltkor történt, hogy este felé felébredtem és kimentem friss levegőt szívni, és akkor láttam a fejem fölött az UFO-t, akik végig követte a fejmozgásomat. Csak friss levegőt szívhatott, mondja Genet. Aztán elkezdtem szaladni, de az UFO csak nem akart leszállni rólam. Egészen az utca végéig követett, én már majdnem szívrohamot kaptam, amikor egy másik UFO-t kezdett el követni. Így leszállt rólam, én pedig hazamentem és nagy nehezen lefeküdtem. Később reggel megreggeliztem és pár nappal később nagy nehezen kiírtam ezt a kérdést. Ez ennyi idős lehet szerinted? Hogy rohadnék meg, akit akartam írni, nem akik? Szerintem erős problémák vannak itt a nyelvtannal is. Pszichiátrián jelensd be, azt írja a gyerek. Igaza van, a pszichiátrián jelensd be, itt szerintem ébredj fel. Most jelentetted be, hogy kiírtad a kérdést. Ez jó. A Bach elsősegély cseppek tényleg azonnal megoldják, kioldják a tudatalattiból a problémákat? Nem, a Bachot neved meg, az egy kamu. Én tudok egy guszféle szert, én gyártam itthon házilag egyébként saját recept alapján, és esküszöm, hogy nem csak sima csapvíz. Azt megiszod 1000 forint egy üveg, minden problémádat elfelejted, és persze boldoggal is teszel valakit. Szerintem inkább tőlem rendeljél. Mindenképp. Azért rányomtam a linkre, hogy mi ez. Más néven vészcsepp. A keveréket Edvard Bach maga állította össze. Balesetek, traumák. Érdekes. Megbízható jósnőt vagy látó embert, tudásában jártas, nem csaló, normális szakembert keresek Veszprémben, kit tudnátok ajánlani? Olyan valaki kellene, aki tud jósolni, de még fontosabb, hogy értsen mindenféle ezoterikus dologhoz, nem hazudik, nem pénzt csal ki és megbízható. Még mindig látókról és jósokról beszélsz? Tudom, hogy vannak, de nem ismerek egyet sem. Igen, ez gyakori probléma. És még sose voltam ilyennél. Ha valaki volna, aki tud ilyet ajánlani, írjon akár privátbe, de honnan tudja, hogy vannak akkor, ami filmben látta, vagy... Szerintem olyan nincs. Beka Kálmán okleveles jós fényjáró és Slenderman öltöny készít. Nem akarlak elkeseríteni, de nincs ilyen. Nekem van ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, ezért pontosan tudom, hogy ez a pénzről szól. Én is kipróbáltam még régebben párat kíváncsiságból, egyik sem volt jó, tök hülyeségeket mondtak. Gyerekek, felejtsétek már el ezeket a dolgokat. Senki nem fogja helyetetek megoldani a problémájátokat, csak ti. Semmiféle okleveles jós és szakember nem fog neked mondani semmit, mivel nincs, ne aggódjál. Ezt felejtsük el már tényleg. Eper nőtt a fejem helyett. Most mit évő tegyek? Mit évő legyél, ha eper? Úgy kezdődött, hogy ültem és egyszer csak megnőtt. Ez nagyon durva. Jól meg kell trájazni, és ha beérett, akkor megcukrozva nagyon finom. Jó, hát probléma megoldva. Mi az ezoterika és mi az ezotéria között a különbség? Semmi. Tökéletes válasz egy hülye kérdésre. Ez jó. Ti is szoktatok nevetgélni, járni és olvasgatni az ezotéria topikban? Nem. Dehogy is. Ezotéria hogy magyarázza ezeket meg? Elmúlt világvégéket, Matrixot és hogy kívülről nem vírus hozták meg. Szerelmi kötések, amik nem működtek. Ez nem vers, hanem kérdés. Miért nem jön válasz? Mert az igazság odállt. Meg a pitbull is, mi? Ez mind szép és jó, de magyarázat nem érkezett. Haragban van az ébetűkkel a srác, figyeled? Itt is elhagyta szegényem, itt is. És a 2012 meteor, ami rejtésnél tudós állapított meg,
aki ezotériás. Atya ég, gyerekek. Miért van az, hogy az egyik haverom mindig olyat álmod, amit akar? Ez hogyan lehetséges? Hogy csinálj? Vagy csak azt mond neked, amit akar, de egyébként lehet. Nagy ügy, semmi extra nincs benne, csak jó erősen arra gondolsz, amit akarsz, értelemszerűen rááll az agyad, nem valami nagy ügy amúgy. Szerintetek az EZO TV-ben igaz dolgokat mondanak, és tényleg sok pénzem lesz, ha felhívom? Ha ne! Most ez tényleg ezt hiszik? Még mindig? Még mindig azt hiszik, hogy ez hihetetlen. Nem, viszont nekik rohadt sok pénzünk lesz, úgyhogy hívjad őket nyugodtan. Lehet, el kéne menni tényleg ezotériásnak már. Már lehet, hogy nem itthon ülnék. Vissza lehet vonni egy átkot? Igen, Ctrl-Z vagy U, vagy pedig a visszavonásra kattintasz, és simán. Most olvasom részletesebb, hogy talált egy oldalt, és ott átkot küldött valaki. Hát nézzük a kimenő üzeneteket, és ott törölt ki, bár szerintem ettől nála nem fog törlődni. Ezotériával hogy lehet rájönni, ha valaki szerelmes belém? Asztrális síkon. Sík. Az van. Normális válaszokat kérek. Sehogy. Nincs asztrális sík. De gonosz valaki. De hát igen. Gyerekek, közben utána néztünk, Genesz utána nézett nekem is már, küldte és telefonról a linket. Valóban van egy ilyen oldal. Jósnő.hu. És neten tudsz átkot küldeni? Hát beszarsz. Figyeld, itt küldhetsz átkot valakire, de előre szólok, vigyázz, az átkot könnyen saját fejedre szállhat. Van, hogy átokkal kell élni, de átkot szólni bárkire végtelen felelősség. A gonosz hatalmak ideig, óráig segíthetnek, ám hosszú távon busásan megfizettetik veled szolgáltatásaik. És egyáltalán nem biztos, hogy jól jársz. Átkot tehát, ha mindezek ellenére mégis küldeni akarod, talán megérkezik. Fenntartom azonban a jogot, hogy közbeavatkozzam, és megszakítva folyamatoz az átkot szerte foszlassam. Akkor itt a válasz a kérdésedre, kedves előző kérdező, aki vissza szerettem volna vonni. Szólsz a jósnőnek, és ő szétoszlassa. Szétoszlassa az átkodat. Kikre küldesz átkot? Orbán Viktor megátkozz? De aztán holnap olvassuk a hírekbe, hogy lehet vele valami, mi? Milyen átkot küldesz? Küldjünk magunk... Ugye az Ark Survivali World játékban a karakterem neve Meleg Joe. Meleg Joe-ra küldünk egy olyan átkot, hogy holnap legyen az inventoriában 1000 darab fém, hogy mozdulni se tudjon a rohadt. Miért küldöd az átkod? Mert elegem van belőle, hogy soha sincs elég fémje. Átkot akarok küldeni. Meleg Joe, sújtson hát az átok. De engem? De lehet jó. Áldást is. Szerelmi kötés, oldás, áldás. Vaj, hát ez nagyon jó. Jó, hát remélhetőleg megérkezik a karakteremnek az 1000 fém holnap. Meg is nézzük, gyerekek. Gyerekek, hát én nem tudom, mi van már megint, beléptem az Arkba, egy szál gatyába, nincs nálam semmi, már megint kinyírt valaki, vagy én nem hiszem ezt el most már komolyan. De a legrosszabb, hogy fullon van a súly, és mozdulni se tudok. Semmi nincs nálam, csak 1000 fém, gyerekek. Mi ez? Az átok beteljesült, nyomja ez az 1000 fém örökké az inventorit, üdv a jósnő. Utóirat, az átok szétfoszlatásáért keressen fel Facebookon vagy a honlapomon. Úgyse oszlatom fel. Gyerekek, ez tényleg működik. Miért van ez? Hogy a gyerekek elnyomó többsége tisztában van azzal, hogy az ezotéria hülyeség, míg rengeteg felnőtt 40-50 éves ezotéria mániás és az utolsó vagyonát is képes lenne asztrológiára, jóslásra költeni. Mi befolyásolja ezt? Hát nem feltétlen a kor, mert pont, hogy a 10-12, esetleg 14 éves korosztály is végig az a kategória, akik még elhisznek ugye ilyen dolgokat, vagy akármi. De tény, hogy ők még valamiért, tehát a 40-50, meg 60, nem tudom, hasonló korak, még valamiért nagyon... Tehát ez valamilyen szinten értető, nem úgy nőttek fel, mint mondjuk mi, hogy minden információhoz hozzáfértünk, és minek utána tudtunk nézni. Volt, hogy a jobb esetben 10 darab könyv, aztán annyi. Tehát abból tájékozódott, na meg persze újabban a tévéből, hát az meg nagyon jó. Úgyhogy erre ez a válasz, igen.
Szerelmi kötés. Két napja csináltam egy szerelmi kötést itthon. Az volt a lényeg, hogy egy piros gyertyával belekarcolom a kiszemelt nevét, és rágondolok, majd csonkig égetem a gyertyát. Szerintetek működni fog? Tudom, etikátlan, stb. Nem kérek kioktatást, előre is köszönöm. Írják neki, hogy nem fog működni, stb. Ez gyerekek szerint azt mondtam már egy korábbi videóban. Én benne vagyok egy ilyenbe is, le is videózzuk. Te lány, aki otthon ülsz esetleg és nézed ezt a videót, hogy bárki. Nem érdekel, hogy nem vagyok jóképű, meg te csúnya vagy. Fogj egy gyertyát, írjad bele a nevemet, égesd csonkig, gyújts fel a házad, nekem mindegy, és várni fogom a hatást, hogy működik-e. Tehát bizonyítsuk be, aki tud olyan szerelmi kötést, ami működik, az érjen el engem kommentbe, levélbe, Facebookon, teljesen mindegy, ott vannak az elérhetőségem YouTube-on, én vállalkozom rá, és csináljuk meg. Te megcsinálod kedden, szerdán vagy akármelyik elkövetkező napon én jelentkezni fogok, hogy szerelmes lettem-e vagy nem. Tehát tegyünk pontot ennek a végére, és akkor nem kell hülye kérdéseket felrakosgatnotok itt, jó? Ezt próbáljuk ki mindenképpen, gyerekek. Kíváncsi lennék tényleg. Na hát ennyi lett volna ez a gyakori kérdések epizódunk, gyerekek. Reméljük, hogy tetszett, ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha nem akartok lemaradni a többi ehhez hasonló videóról sem. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!